Pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Braier Péter. A Pirkadat mai vendége... Kanász Nagy Máté, az LMP mindenes, az elnökség tagja, az elnökség szóvivője, minden dolgok tudója. Kitől van ez az idézet? A népnek cirkusz és kenyér jó reggelt kívánok, ez egy régi idézet, de remélem nem az lmp vel kapcsolatban jutott most ez így elő, vagy mire vagy kell Dehogy nem. Hát hamarosan újabb kongresszusa lesz az lmp nek szám szerint hányadik is? A 47 -dik. 47. Lehet, hogy igazából én vagyok az egyetlen, aki a számon tartja, de nekem feladatom is, hogy tudjam, hogy hanyadik következik, de a 47. valóban. Én mindig megkérdezem, mert a számok önmagukért beszélnek. Igen, igen. Hát ez ugye azt jelenti, hogy az LNP a részvételiség pártja, tehát mi a legfontosabb döntéseket a kongresszuson hozzuk meg, ezért vannak gyakran kongresszusok. Mi lesz a kongresszus fő témája? Amnestia az eltiltottaknak, elküldötteknek, elzavartaknak, az országgyűlési képviselők önállóan beszélhetnek, nem csak a parlamentben mindenkinek lehet szabad véleménye, vagy egy ostorral fog a kongresszus föllépni, és még nagyobb rendfegyelmet vezet be. Több napi rendi pontunk van, <coughs> ezek igazából lepárat. az önkormányzati választásra való felkészüléssel kapcsolatosak. De akár. hát valahol jelöltek, hány helyen vannak helyhatóság? Egyébként jelökeik? van, körülbelül 50 és 100 közötti képviselő jelöltünk. Van. 50 és 100 az egy nagyon nyitott dolog, 100. 50 és 100 között ez pontosan a fele vagy a duplája. Ö, megnézzük, hogy pontosan hogyan alakul, ugye még néhány napig gyűjtik az ajánlásokat. Nyilván ebben benne van az is, hogy vannak helyek, ahol önállóan indulunk, teljesen önállóan, egyébként viszonylag kevés számú ilyen település van, vagy kerület. Ugye Budapesten kettő kerület, Kőbánya. Melyik ezek Kőbánya? Ez Kőbánya és a 19. kerület. Ott jelöltek vannak, vagy polgármester jelöltek vannak, hiszen polgármesteri szinten ugye a közös ellenzéki együttműködés jelöltjei támogatjuk, vidéken pedig Moson-magyaróvár is. Ez a büntetés Ahol. azért, mert olyan rossz eredményeket értek el az európai parlamenti választásokon? nem, nem, egyáltalán nem. Előtte mű... önöket többre mérték, és ez egy e, megalázó dolog lehet, hogy nem jelöltek. Van most valahol önálló polgármester? Van, tehát hogy magyaróvár és Pécs, két vidéki városban. És ők nem indulhatnak van. újba a megállapodás szerint? Ö, ugye a megállapodás Budapestre érvényes, illetve nyilván van sok más város, ahol van megállapodás. Békéscsabában van egy együttműködési Lát, konstrukció, Pécset, vagy igen. Debrecenben például, tehát Pécs és Mosó-Magyaróvár ahol önállóan indulunk, önálló. Milyen Listát esélyek van Pécs, hogy azért ott több polgármester jelölt is van. Hát Pécs azért egy nagyon speciális város, ami, ami, hát egy csődben lévő város, tehát a Fideszes városvezetést egyértelműen el akarják küldeni az emberek. Ugyanakkor úgy néz ki, hogy az a baloldali konstrukció, ami felállt Pécsen, szintén nem elég vonzó a, a pécsiek számára, és az LNP se és ezért tudott... jön az LNP megmentő serege. Igen, hát az LNP se tudott ebben gyakorlatilag részt venni, például az ottani baloldali polgármester jelölt, hát pontosan ellenkező dolgokat csinált, ami egy zöld politikával összeegyeztethetetlen, amikor ő pozícióban volt, vagy más cégek vezetője Vasbeton volt. Vasbetont vagy azbestet szórt szét a városban? Fát égetett. Tehát ott a hőerőmű vezetője volt, és nagyon komoly környezetkárosító tevékenységgel járt ez a, ez a, feladat. Jobb lett volna, hogy atommal működtette volna az erőművet? És ez egy nagyon jó felvetés, mert amikor speciális helyzetéről beszélek, akkor nyilván az ottani atomtemető, urántemető kérdéséről is beszélünk el. És Kóbor József, a pécsi jelöltünk, aki egyébként egy sugárfizikus szakértője ennek a területnek, elkötelezett az atomenergia kivezetésével kapcsolatban, beszüntetésével kapcsolatban, és olyan válaszokat tud adni, ami valóban Pécs speciális problémája. Mi történik ezzel a, a, az atomtemetővel ott Pécs környékén? Hát ezt a legbenne ugye megszüntetni? Tehát, hogy megszüntetni, nem újra nyitni, nem megnyitni? Ezek nem emberi temetők, tehát nincs probléma. Hát hogy ne lenne? Tehát, hogy ugye pont ez az egyik probléma az atomenergiával, hogy olyan szennyező anyagot helyezünk a földbe, beásunk el, temetünk el. Ezek a amire... saját szemeteink vagy import szemetek? Hát ez gyakorlatilag ugye saját szemét részben kikerül az országból feldolgozása, majd egyébként visszakerül, tehát a PACS 2 szerződés is egyébként ezt tartalmazza, és ezek több tízezer, százezer évig sugároznak, és nem tudjuk, hogy mi fog történni. De akkor történni. miért kerülnek én? Azt hittem, hogy azért kerülnek először ki. Külföldre, hogy ott hatástalanítják, és utána kerülnek. Hát ugye a ezeket nem lehet hatástalanítani, mert ezek ezek sugározni fognak több tízezer évig, de valóban van ennek a. És akkor van egy kezelésnek. olyan lép, akit megfertőzhetünk vele, hogy náluk temessük el? A legjobb lenne, hogyha egyáltalán nem keletkezne ilyen atomhulladék, nyilván ez Megoldás. azzal járna, hogy az atomerőműveket be kell zárni. Tehát egész egyszerűen ezt be kell zárni. Persze ezt ön is tudja, akár zöld, akár nem zöld. Én nem gondolom, hogy ez egy utópia lenne, ez egy reális célkitűzés. Egyébként Németországban, Japánban, számos országban az egész világon jönnek arra rá, hogy ez az elavult technika, hiszen ez gyakorlatilag a 60-as, 70-es, 80-as évek technológiája, ez milyen veszélyeket rejt magában, és ez mennyire, mennyire környezetkárosító, és mennyire veszélyes a társadalmakra Most Én Oroszországban, ha nem szovjet, úgy jött voltam egy második hajót, ami atommeghajtással működik és törje a jeget az egész világ flottáinak, hogy tudjanak közlekedni. Tehát akkor... Igen, ez elég nagy baj, még egyszer, tehát hogy atomenergiát használunk, mert ez rendkívül kiszámíthatatlan, káros, van, és tengeren, óriási. Kereskedő útvonalok a lennének. Óriási minden. kockázatot rejt magába, nyilván akkor más megoldásokat kell keresni, tehát mérlegelni kell, és a zöldek, az ökopolitikában hívők. Egy, egy ilyen jégtörőhajó alternatív energiával is tud közlekedni és másfél méteres jeget törni? Én azt gondolom, hogy mondjuk ezelőtt, 60-70-80 évvel ezelőtt is megoldották. Akkor mondjuk nem is ezeket a kereskedelmi, a kereskedelmi kérdéseket. Illetve ami egyébként itt problémát jelenti, szintén környezeti kérdésekkel függ össze, hogy ezek a jégtakarók, ezeknek a kiterjedése is sajnos egyre csökken. Hát ez más környezeti kérdésekkel függ össze. Ugorjunk a 47. kongresszusra, mi lesz még a napi rend? Igen, ugye van a, hát az idézőjelben amnestia kérdése, ez nem teljesen pontos, így jogi megfogalmazás szempontjából. Itt arról van szó, hogy egyébként ugye mind a magyar bíróság több körben, mint pedig a, a választók is mondtak egy elég erőteljes véleményt az LMP elmúlt, hát most már bő egy éves tevékenységéről. Aminek és aki, sajnos akkor ezek az a... etikai bizottság elnöke volt, senki nem küldt el önmaga ment el, mint budapesti elnök azért, mert rossz eredményeket, tehát az önök rossz eredményei véget ő ment el. Igen, én azt gondolom, itt Moldavá Lászlóról van szó, Így és van. egyébként szerintem ő egy jó döntést hozott. Amikor levonta ezeket a konzekvenciákat? Nem, nem fája lelke a barátaiért, akikkel együtt volt egy pártba. Hát én, ezt én ezt Azt tök... hittem, hogy önnek, önnek lelke is van. A zöldeknek általában lelkük van. Hát lehet, én, hogy nem igazi zöld. Én, én egyiket azt nagyon sajnálom, hogy Moldován Lászlót, mint zöld civil mozgalmárt, aktivistát, zöld egy politikust zöld. elveszítettük, illetve nyilván most más. Szervezetem belül, vagy más körülmények között harcol. Ő elindult saját maga a, a polgármesternek, ahova önök nem indították, mert nem volt lehetőségük. De az kétségtelen, hogy az ő elmúlt egyéves tevékenysége, mind az etikai bizottságunk élén, mind pedig mondjuk a budapesti tárgyalásokban való részvétele, azt. Az, az etikai az bizottság éléről előbb ott hagyta, és megválasztották őt budapesti elnöknek. Tehát, hogyha valakit följebb emelünk, vagy följebb buktatunk, miről van szó, hogy megértsem? <laughs> Tehát neki ugye szerepe volt ezeknek a döntéseknek a meghozatalában, a, az etikai bizottsági döntések meghozatalában. Ezek több körben kikötöttek a bíróságon, illetve olyan markáns részét képezik az LMP politikájának, amit megbüntetek a választók már Akkor a bírósági, jól, a bírósági döntések választása. értelmében mindazok, akik e, e, elítélt az etikai bizottság, most dalolva visszatérhetnek és visszakapják funkciójukat? is. És... Ugye a bíróság döntése adott ügyekre vonatkozik adott ügyeket, semmisítettek meg, vagy vontak vissza. De ugye vannak olyan ügyek, amik nem jutottak el a bírósági különböző körülmények miatt, és többek között az én előterjesztésem is volt a párton belül, mint elnökségi tag, hogy ezeket a döntéseket, ezeket vonjuk vissza. Már csak az, a, a jogi környezet miatt is, hogy ezek jogilag sem állják meg a helyet. És akkor a parlamentben lévő azok a képviselők, akik valamikor az LMP tagjai voltak, akkor most visszajönnének? Nem tudom, hát uh, nyilván ez az ő döntésük is, őket kell megkérdezni. Én azt gondolom, erről több körben. A várnám. Nyilatkoztak. Én azt gondolom, van egy olyan. A házi ákost és a női társelnököt azóta se találtak jobb társ, női társelnököt. Arra van egy szándék, hogy egyfajta nyitás politikáját próbáljuk meglósítani, és ennek a nyitásnak része lehet az is, hogy korábbi harcos társainkkal újra együttműködjünk. Hogy milyen szervezeti keretek között, az nyilván a jövő, jövő, zenéje vagy a jövő kérdése, de erre még egyszer van egyfajta szándék, hogy, hogy közös uh, szervezeten belül, közös hálóban, közös holdudvarban dolgozunk. Mi történik az, az ideológiájukkal? A zöldek maradnak, de vajon balra tolódnak, vagy maradnak jobb középen? Szerintem ez most már egy ilyen hamis szembeállítás, itt a XXI. században, ahogy egyre inkább megyünk bele, hogy itt baloldalról, jobboldalról beszélünk, nem ezek az oldalak számítanak, illetve az ökopolitika eleve azzal az igényel lépett fel itt az elmúlt 20-30 évben Európában vagy a világ más országaiban, hogy meghaladja ezt. Igen, a de Németországon kívül a zöldek azért még nem mindenhol kaptak erőre. Nyugat-Európában egyre több helyen, ennek nagyon örülünk, akár a skandináv országokban, akár más országokban, most éppen az osztrákoknál, de valóban a németeknél van ennek hagyománya, és érnek el kiemelkedő eredményeket. De reméljük, hogy ez a trend megérkezik majd ide, Kelet-Közép-Európába is. Idáig két pontról beszéltünk, mi a harmadik pont a kongresszuson? Ugye újra neki fogunk futni a női társadalmak megválasztásának, erre törvényi van. Van, van jelentkező, illetve vannak jelentkezők, de megnézzük, hogy a kongresszus milyen döntést fog hozni. Nyilván ez nagyon erősen összefügg Hány például. Jelentkező van? Én egy uh, hivatalos jelöltről tudok. Ez nem sok. De nyilván még a kongresszus... Az nagyon demokratikus ha egy van, igen. <laughs> nyilván a kongresszus előkészítésébe vagyunk, tehát itt hamarosan ez ki fog derülni. De nyilván ez összefügg azért ennek az amnestia kérdésnek a, a, a rendezésével is. Én arra számítok egyébként, hogy idén fogjuk megoldani ezt a kérdést, hogy pontosan mikor azt, azt, azt nem tudom. Tulajdonképpen mivel foglalkoznak? Önök már a következő parlamenti választásokra készülnek, ugyan van még bőven idő, de amíg összekapják magukat, ahhoz idő kell. Most az önkormányzati választásra... problémájuk nincsen, mert van parlamenti képviselők, akik után kormánytámogatást kapnak. Most Állami a... támogatást akartam. Igen, mondani. tehát hogy nyilván az anyagi bázisról is megvan annak a felkészülésnek, amit most az önkormányzati választásokkal kapcsolatban kifejtünk. Ez azért nagyon fontos, mert. Nem ugye... sporolnak megsporolnak az önkormányzati választásokkal. Mert ugye 50-ötől 100 képviselő beszélünk, és én remélem, hogy, hogy mind a 100 képviselővé válik, és ez azt jelenti, hogy itt Budapesten majdhogy nem minden kerületben, és a nagyvárosok mindegyikében lesz ellenpés képviselő továbbra is, lesz elős zöld És lesz képviselő. havi jövedelme neki, és akkor biztosabb lesz a párt ö, tagságának a stabilitása? Hát én inkább úgy fogalmaznék, hogy meglesznek azok a pozíciók, amiken keresztül tudjuk képviselni a programunkat, és nyilván ez egy, egy, egy bázis és egy felkészülés a 2022-es választásra Miről lehet is. még szó egy ilyen hosszú kongresszuson? és szombaton bezárkoznak és még a fehér füst föl nem jön, addig ott vannak. Tehát, hogy alapszabálymódosítás, a bizottság döntésekkel kapcsolatos kérdés, női társelnök és lesz egy politikai vita is. Szeretnénk meghonosítani ennek a, műfaját, ami egyébként abszolút egy, egy való, hogy zöldek, zöld politikusok összegyűlnek, és és, vitatkoznak a... A stúdiók vendége volt a, a párt férfi társelnöke, aki nagyon szimpatikus, és Megdöbbentően, gördülékenyen és vonzóan mondta el, hogy mit is szeretne. Az utóbbi időben nem nagyon voltak ilyen elnökeik, férfiak vagy nők? Én nem mondanám ezt. Tehát azért, azért az LMP hagyományosan mindig kitermel, csúnya szóval mondva magából, nagyon felkészült és uh, precíz politikusokat. Abszolút otthon van az Európai Unióban is. Igen, hiszen ugye Kendernal Jánosról van szó, aki hosszú éveket, majd hogy nem két és fél évtizedet töltött uh, az Európai Unió különböző intézményeiben diplomataként, uh, külpolitikai szakértőként, úgyhogy... ennek köszönhető, hogy itt neki a hazai alatt a Európai 15 perc alatt egyetlen gyűlölködő mondat sem hangzott el a szájából. Én azért nagyon remélem, hogy lmp politikusok szájából uh, korábban hát ez sem hangzott el. Az szokták nyírni saját magukat, saját pártjukat. Vannak konfliktusok, vannak problémák, nyilván egy közösségen belül ezek elő jöhetnek sajnos, de, de nem gyűlölködéssel. Van egy kizárt képviselőjük, ezt. aki polgármesternek indul valahol az önök színeiben, vagy csak mint civilként? Talán itt Csalai Robert Benedekre Igen. gondol, ugye a korábbi titkár elődöm a pártban. Ugye őt nem kizártuk, hanem ő maga döntött úgy még hónapokkal ezelőtt, hogy kilép a pártból. És egyébként ő túl kevén szülő hazájában indul azon a településen, ahol ahol ő él és dolgozik. Akkor tud is, igen, Függetlenként nem? teszi, tehát ilyen szempontból ennek nincs közös. Az De az azért zöld és mezőgazdász marad akkor. Is. Hát nyilvánvalóan ugye ugyanazokat az értékeket és programokat képvisel, amit, amit tehát korábban lehet, is. Hát lehet, lesz az első, akit visszacsábítanak? É gondolom azért, hogy ez így lenne. Nyilván Sallai Robert Benedekkel nagyon komoly konfliktusok voltak, vagy olyan komoly ügyek voltak, amik, amik azért eléggé megnehezítik mondjuk az ő visszatérését, de nem is hiszem, hogy neki Minden lenne sok erre vonatkozó szándéka. Van. Ez így van. Ő egy nagyon-nagyon felkészült agrárpolitikus volt, de hát nagyon sok más felkészült szakmai. Bízunk benne, hogy még van. a 47. kongresszus előtt is viszont láthatjuk. Ez még ugye a szombaton a lesz, úgyhogy úgy, bízunk benne, hogy a jövő héten Minél hamarabb be tud nekünk számolni önt, a, nök, a kongresszusnak az eseményeiről. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, kedves nézőm! Az elmúlt 17 percben Kanász Nagy Máté, az LMP elnökségi tagja, az LMP szóvője volt stúdiónk vendége, és akkor következik, mint ahogy ígértem, ezt mondom az lmp nek is, hogy helyhatósági jelölteket bemutatunk, úgyhogy önküldheti mind az 50-et vagy a 100-at, feltéve, hogyha tudnak komplet mondatokat mondani. Vince Emilia a hetedik kerületi önkormányzat jelöltje következik, őnek is ez az első tévészereplése, és minden pártnak, aki nem szélsőséges, azaz, hanem nincs a tiltó listánkon, szeretettel várjuk mindegyiket, önállóan jelentkezhetnek, akár a pártjuk is javasolhatja, és nem pártreklámot folytatunk, hanem bemutatjuk a nagyközösségnek, közösségnek, hisz egyik feladata ennek a televíziónak is, hogy társadalmi téren mindenkivel láthatóvá tegyenek. Köszönöm, hogy rendelkezésünk rá a viszontlátásra. Előzetesek és jövünk vissza.